A szobrászat ugye térről és anyagokról szól tulajdonképpen, vagy inkább ezek a kifejező eszközei, és ugye az emberi figurába tulajdonképpen ezekről a dolgokról is nagyon sok mindent lehet megjeleníteni és kifejezni. Ugye, ha az ember közelről nézi, akkor szinte ilyen tektonikus formákká válnak az emberi testrésznek részletei, és ugye van valami, amit szobrászatban rövidülésnek nevezünk, skurcnak, ugye amikor egy formára alulról vagy szemből látunk rá. Na most ezek a főleg a grafikában és a festészetben használják, de a szobrászatban is nagyon fontosak ezek a térbeliségnek, a térbeliség felfokozódik, amikor az ember nem keresztbe frontálisan lát valamit, hanem szemből, és a forma mellett elhúz a szem, és tulajdonképpen szinte azt lehet mondani, hogy megnövekszik a tér. Lényegesen mélyebbé vagy súlyosabbá válik, mint ami a valóságban. Pirinszky azt mondta, hogy a művészet olyan, mint a vadászat. Mind a kettő hatalmas koncentrációt igényel, de az eredmény nem a koncentrálásnak a hozadéka, csak észre kell venni, hogy megjelent a vad. Tehát ez a nem egy pontra való koncentrálás, hanem minden, szóval kinyílik az ember, és hagyja jönni a dolgokat, az intuíciókat, és megy utána, és követi ezt az egész folyamatot. Talán ez az, amit ihletnek szoktak nevezni. Nem egy tudatos terv szerint megyek végig, hanem a szemem jár és sétál és jár a formákon, és bizonyos helyeken megakad, és oda kell nyúlni. Szóval ezzel kétféleképpen lehet dolgozni. Én gondolom, hogy Rodin a fejébe kialakult a szobor, és nekiállt, és ő nem sokat fejlesztett, hanem fölgyúrta oda úgy a szobrot, mint ahogy Csontváry megfestette a hatalmas képeit, úgyhogy elkezdte az egyik sarokba, és ment, festette a 18 négyzetméteres taorminát, festette, és megállt az ellenkező sarokba, és kész volt, nem nyúlt többet hozzá. Na most ezzel szemben én a külszobornál is, ugye, ahogy lassan fejtem le róla az anyagot, a mintázásnál pedig lassan rakom föl. Lassan rakom föl, és közben én úgy tudat alatt beszélgetek a szoborral, és kommunikálok, és odafigyelek rá, és veszem azokat a jelentéseket, amik visszajönnek. Anélkül, hogy én tudnám, hogy csak sejtem, hogy mit akarok, és megy a dolog előre. Persze, ugye a nagy egységek, a nagy egységeket kitaláltam, azt kitaláltam, hogy hogyan legyen ott, mi legyen a kompozíció. Ez nagyon meg van komponálva a karoknak, a lábaknak, ugye ide majd egy ilyen görbe kormányrúd jön, ez csak föltámassza. Tehát bizonyos a kompozíciónak a lényegét, azt persze előre kitaláltam és ki is próbáltam, de aztán a formálódást az hagyom, hogy történjen a tudatosság és a tudat alatti között. Majdnem olyan, mint amikor az ember félálomban van, ébren is van, de alszik is.
ezt a mintázófát én körülbelül 45 évvel ezelőtt faragtam tiszafából, és aztán megfőztem lenolajba, és hát azóta elég sokat használtam, de semmit nem kopik, és nagyon jól működik, tehát szinte olyan, mintha egy újam lenne. És az anyag, amivel most dolgozom, ez az agyag. Ez egy finomított, föloldott föld, ami nagyon képlékeny, és az ember a nyomát ott tudja hagyni. A néző, aki megnéz egy szobrot, anélkül, hogy tudná, tulajdonképpen dekódolni tudja, hogy ez hogyan készült. Tudnélik, vannak olyan ismeretei, esetleg örökölt és tudat alatti ismeretei. Ugye mindenki gyerekkorában iszapot gyúr, és játszik, kap otthon gyurmát, vagy magának valami gyurkál. Tehát ez az élmény gyerekkor óta megvan, és azt is tudja, hogy a nyom ott marad, és ez egy nagyon izgalmas információ. A nyom ott maradt, és ha ezt kiégetjük, akkor ez az emberi léthez képest egy örökké valóságot jelent. Szóval igazából a szobor készülésnek a logikája, az rajta kell maradjon a szobron. Nekem ez a meggyőződésem. Tulajdonképpen a család keresett meg engem, ahogy elvállalnám el Istvánnak a portrészobrát, és hát először kértem, hogy beszélgessünk egy kicsit, hogy mondják el, hogy mit szeretnének, és tulajdonképpen amit elmondtak, az nekem teljesen feküdt, és én is azt gondoltam, hogy egy ilyen szobrot érdemes csinálni, és tekintve, hogy ismertem őt egész fiatal korunk óta, tinédzser korunk óta, azt gondoltam, hogy van is elég emlékmunícióm. És amikor készítettem egy-két vázlatot, és az alapján aztán elkezdett komolyodni a megrendelés, akkor belevetettem magam a Bújtor István filmekbe, és megpróbáltam nem mozinézőként, hanem egy megelevenedett modellként nézni őt a filmjeiben. Legalább 2 hétig nézegettem ezeket a filmeket, és aztán kialakult, vagy megerősödött az a kép, ami eredetileg is volt bennem. A részletek letisztultak, és tudtam, hogy Bújtorról milyen szobrot kell Balatonfüredre készíteni. Amikor ez majd bronzszobor lesz, bronzba lesz öntve, és nem így a levegőbe fog állni, hanem ott van a kicsi modell, azon lehet látni, hogy egy hajótöredékbe fog ülni. Maga a hajótöredék az a balatoni vörös homokkőből fog elkészülni, amiből az északi parton mindenütt a gát, a hullámtörő kövek is vannak. Tehát ez igazából, aki ismeri a Balatont, annak a számára ez a vörös homokkő, ez is egyfajta megidézés. Én azt remélem, hogy még egy ilyen figurális és viszonylag egyszerűen megérthető munkába is bele lehet rejteni olyan titkokat, amit persze az ember félig tudatosan, de félig tudat alatt hoz létre, amitől izgalmas lesz, és nem lesz egyszerűen megnézhető, és aztán elfelejthető. Szóval valami titoknak kell benne lappangani ahhoz, hogy az ember ne felejtse el, és vissza akarjon menni,
És talán ez a titok, ez az ismeretlennel való érintkezés, vagy valami icipici dolognak az ismeretlenből, a megismerhetőnek a határáról elcsent jelenség, mert ugye az ismereteiken túl, ami van, abban is van rendszer, és abban is fantasztikus dolgok vannak, csak egyszerűen nem tudjuk fölfogni, tehát ahhoz már egy felsőbb intelligencia kell, olyan, amit az ember nem érhet el. De elcsenhet belőle kisebb-nagyobb részleteket, és én azt gondolom, hogy ez a művészet.